Van egy másik pozitív történetünk is már, egy fiatal szerelmes pár, akik ugyan nem feltétlenül a legromantikusabb és legideálisabb körülmények között ismerkedtek meg, de mindenáron kitartanak egymás mellett, a mai léleklencsében őket ismerhetik meg. Egy kórházban randiztunk. Volt meg az első alkalom, amikor a szemei csillogásába elvesztem. Annát és Ferit közös betegségük hozta össze. Egymást erősítve és támogatva, ma már egy párt alkotnak, és arra várnak, hogy Anna tüdeje olyan erős legyen, hogy végig tudja táncolni a lakodalmukat. A születési súlyom alá fogytam, és akkor anyék vittek kórházból kórházba, dokitól dokig, és akkor kiderült, hogy egy cisztás fibrózis nevű betegségem van. Ez egy örökletes genetikai betegség, elsősorban a tüdőt és a bérrendszert támadja meg. Sokszor köhögök, rákogok, amiért az emberek nem tudják, hogy miért, és hát általában az egészségesek akkor szoktak, amikor valami betegségük van, nekünk ez szinte mindennapos. Tavaly már olyan rossz állapotba kerültem, hogy kb. Csak 2 hónapot nem voltam kórházban. Annának sürgősen új tüdőre volt szüksége. 2014. március 5-én egy olyan telefonhívást kapott, ami gyökeresen megváltoztatta az életét. Azonnal Bécsbe szállították, és új tüdőt kapott. Előtte már nagyon-nagyon rosszul voltam, állandóan oxigénem voltam, nem tudtam elhagyni a szobámat sem lényegében, és nem tudtam aludni, nem tudtam gondolkodni igazából az oxigén hiány miatt, és hát most ég is volt tényleg, mert tudok szaladni, beszélni, mindent lényegében, amit egy normális ember. Feri akkor is erősítette Annát, és bízott a gyors felépülésben. Mindig elmondja, hogy szeret meg, hogy szétvágják az embert is, meg 8 csőlóg belőle, ő akkor is azt mondja, hogy szép vagy. A transzplantáció után fél évig nekünk külön kellett élnünk, ugyanis az én beteg tüdőm az veszélyeztette volna az ő egészséges tüdejét, ezért Annának vissza kellett a szüleihez költözni. Ott élt, és hát elég ritkán tudtunk találkozni, általában kontrollokon, meg hát távolságot kellett tartanunk az egészség érdekében, de végig csináltuk ezt a nehéz időszakot. Anna betegsége ellenére leérettségizett, és tavasszal visszavárják a munkahelyére. Feri napi 4 órában dolgozik egy áruházban. Szükségük is van a pénzre, hiszen Anna havi gyógyszerei 40 000 forintba kerülnek. Már van lehetőség túlélni ezt az egészet, meg hogy az egészen mindig pozitívan kell hozzáállni, szerintem ez az egyik legfontosabb. Nehezen tudják elmondani, mit is jelentenek egymásnak. Ha nekem a mindent. Hát igen, kb. Hát tényleg erre nincsenek szavak, mert én nem gondoltam, hogy valakit ennyi idő után is így lehet szeretni, és nem tudom, ezekre nincsenek szavak.